A második helyezett fogadta az egyvereséggel érkező Illovast. Vendégként is az élvonalbeli kosarasokat felvonultató TFS MTK második csapata volt az esélyesebb, 10 perc játék után 3 ponttal vezettek is a fővárosiak. A nagyszünetre viszont már 4 pontos hazai vezetésnél vonultak le a játékosok. Fordulás után tovább nőtt a különbség, 50-35-nél már 15 ponttal vezetett a házigazda. A záró 10 percre is maradt 13 pont a hazai előnyből, ami azonban fogyni kezdett. 5 másodperccel a meccs vége előtt még 1 ponttal vezetett az NKS, azonban egy időkérést követően a vendégek egy 3 pontos kosárral maguk javára fordították a mérkőzést. Itt mérkőzés előtt, ha bárki azt mondja, hogy ennek a mérkőzésnek ez lesz a vége, akkor elégedettek lettünk volna szerintem vele. Ugye, de hát időközben jön meg az étvágy, amikor azért szerintem egészen jó teljesítményt nyújtottunk. Tehát nagyon sok olyan momentumban voltunk jobbak az ellenfél, amit ugye fönt Pesten az nem sikerült megoldanunk. Hát sajnos itt el kell gondolkodnunk azon, ugye, hogy amikor egy ilyen szerkezetű csapat ellen játszunk, arra a center is egyszer 3 pontosokat dob, hogy akkor ugyan már érted, hogy is kell ezt megoldani. Sajnos ugye azt a kinti dobásokat lábbal, amit centerünk nem tudta lekövetni, ami óriási nagy gond és probléma volt. A másik az, hogy hiányzott ezen a mérkőzésen a csapatból az a vezérénység, aki eldöntötte volna azt, hogy a csapatnak melyik irányba kell menni, főleg itt az utolsó másodpercekben, és mindenki csak tologatott és várt a másikra, hogy majd ő meg fog jönni. A zöld csoport tabelláját az MTK TFS-e vezeti 14 győzelemmel és egy vereséggel, az egyaránt 11-4-es mutatóval rendelkező Nyíregyházi Kosársul és DVTK U23 előtt. Amennyiben az NKS a zárófordulóban legyőzi a 7. Deacot, másodikként bekerül a rájátszásba. Pontosan ugyanilyen fizikális, kicsit verekedésbe átmenő mérkőzésre lehet számítani. Sajnos itt ugye azért olyan problémánk is van, hogy az előző MFOM mérkőzésen azért itt ilyen testi kontaktok is voltak, tehát hogy itt a végjátékban azért, amikor már a mérkőzésnek vége volt, azért itt egy ilyen harcönütés történt. Ugye ez egy azért gond és probléma, mert ugye most ezzel a mérkőzéssel nekünk úgy kell fölmennünk, hogy higgadtan és nyugodtan. Na most azt a játékost, akit ez az atrocitás ért, most azt próbáljuk meg úgy lenyugtatni, hogyha lehet, akkor ne ő kerüljön arra a szintre, hogy kiállítás legyen belőle. Hát azért mondom, hogy ez nem egy egyszerű mérkőzés. Tehát hiába volt 30 pont különbség Debrecenben, ezek miatt a feszültségek miatt azért itt ez egy nagyon kemény mérkőzés lesz. A Nyíregyházi Kosársuli Deac mérkőzés vasárnap 18 órakor kezdődik a Szent Imre csarnokában.